Köszöntöm a kézilabda barátokat. 21. alkalommal rendeztük meg a Kiskörösi Borváros Kupát, amely hát nagy múltú rendezvény. Volt annak idején kétnapos, 8 csapatos, nemzetközi, tehát ugye a csapatunk MB2-es jelenállás szerint, és ugye ilyen igazi nagy csapatokat nemzetközi szinten már nem tudunk erre a tornára meghívni. Mindenesetre folytatjuk a hagyományt. Idén a kiskörösi felnőtt, illetve ifjúsági csapatunk mellett a Dunaújvárosi AC, illetve az Euroszkála Kecskemét csapatai voltak a vendégeink. Az első mérkőzésen dunaújvárosiak legyőzték az ifistáinkat, természetesen ez volt a papírforma, hiszen az ifistáink egy MB2-es felnőtt csapat ellen azért még nem képviselnek olyan erőt, hogy meglepetést szerezzenek. Mindenesetre egy jó mérkőzést láthattunk, 19 gólt sikerült lőni a fiataloknak, és csak 34-et kaptak, tehát egy 15 gólos vereség, azt gondolom, hogy még egy MB2-es bajnokságon belül is előfordul néha. Úgyhogy hasznos volt mindenképpen az ifjúságiaknak már az első mérkőzés is. A második mérkőzésen a felnőtt csapatunk a kecskemétieket győzte le magabiztosan. Egyetlen egy nagy fájdalom, és szó szerint fájdalom történt a csapattal. A mérkőzés első félidejének végén harangozó Gergő combizom húzódást szenvedett, hát tehát a comb hajlító izma húzódott meg, és nem tudta folytatni a játékot. Eleve nem érkezett, nem tudott hazajönni Szent Györgyi Józsi Németországból. Dózsa Tamás már a sérüléséből felépült, de ezen a hétvégén egy családi programra kellett mennie. Vezsenyi Zsolti, a beállósunk, sem ért rá, aki ugye kölcsön kaptunk Kecskemétről, és Szent Györgyi Sanyi is egy orr sérülés, egy edzőmérkőzésen elszenvedett sérülés miatt csak a lelátóról figyelte az eseményeket. Tehát 5 rutinos játékosunk, akik a támadó játékunknak a fő letéteményesei, kiestek a csapatból, tehát erőteljesen meggyengült a támadó játékunk, és ezáltal a második mérkőzésre, a döntő mérkőzésre a dunaújvárosiakkal szemben nagyon sovány teljesítmény nyújtottunk, elsősorban támadásban. Ennek volt köszönhető, hogy a döntőt 10 góllal elveszítettük, 35-25-re nyerték a dunaújvárosiak azt a találkozót. Úgyhogy hát ezt kell tudomásul vennünk, hogy a vezéregyéniségeink nélkül ennyire vagyunk képesek, tehát úgy kell időzítenünk majd a formát, a sérüléseket, a sérülésekből való felépüléseket, hogy ebből a 4-5 játékosból 3-4 legalább ott legyen minden mérkőzésen. Nagyon pozitív fejlemény volt, hogy Szabó Máté már játszott, gólokat is lőtt, nagyon jól mozog, ő edzett végig, tehát a lábai erősek, fejben ott van, okos, nagyon jó megmozdulásai voltak. Még nem tudja 100%-ban elengedni ezt a válműtétet, és többször is leszorított vállal lő, csípőből, de még az ittereit is nem vezeti ki, nem emeli ki a karját, de az az igazság, hogy már annak is örültünk, hogy pályán volt, hát még amikor gólokat lőtt, szóval az ő termete, fizikuma, játék intelligenciája nagyon hasznos lesz majd tavasszal, tehát Máté visszatérésének nagyon örültünk. Az ifjúsági csapatunk nagyon megilletődött volt az első félidőben a bronzmérkőzésen, ennek megfelelően a rutinos kecskemétiek, akik a megyei bajnokság harmadik helyén állnak, tehát dobogósok, elhúztak, de a második félidőt 1 góllal megnyerték a fiataljaink, jól kapcsolódott be 3 serdülőjátékos is a játékba, de a rutinosabb ifisták is jól mozogtak, úgyhogy összességében azt mondom, a felnőtt és az ifi csapatunk is 2-2 egész mérkőzést játszott, és ez mindenképpen hasznos tapasztalatokat hozott a hétvégére, hiszen vasárnap Kiskunhalasra látogatunk, 13 órakor serdülő, 15 órakor ifjúsági, és 17 órakor felnőtt mérkőzés. A felnőtt mérkőzést élethalál küzdelem, és nagyon fontos lenne megnyernünk, mert a mögöttünk álló csapatoktól el kell vennünk a pontokat, hogy a bentmaradás, mint minimális cél, biztosan meglegyen. Tehát várunk minden szurkolót, nincs messze Kiskunhalas, jöjjenek vasárnap, a felnőtt mérkőzés 17 órakor kezdődik. A Kiskörösi Borváros Kupa végeredménye a következőképpen alakult. Első helyen zárt a dunaújvárosi AC, második lett a Kiskörösi KSK, harmadik az Euroszkál Kecskemét, negyedik pedig a Kiskörösi KSK IFI. Külön díjakat is osztottak, gólkirálynak 18 góllal,
Domok Dániát választották a Dunajvárosi AC csapatából. A legjobb kapusnak Csernák Gábor bizonyult a kiskörösi KSK-ból, a legjobb mezőnyjátékos Borsos Roland lett a Dunajvárosi AC-ből, a legjobb hazai játékos pedig Barna Imre a kiskörösi KSK ifi csapatából.